Szervusztok, ez egy rövid videó lesz. Megpróbálom megmutatni ezt a hotendet úgy, ahogyan találtam. Nyilván leszettem már innét a fűtőblokkot, meg leszettem a fúvókát, mert nem láttam értelmét, hogy úgy szereljem, hogy nincs fönt. Első pillanatban volt egy furcsa dolog a hotenddel, megmutatom, hogy mi. Furcsa dolog az volt, hogy ez egy standard, tök kínai gégecsavarnak tűnik, és az, hogy itt kiáll belőle a tefloncső. Az ott nem szokott kiállni a tefloncső, általában fém zárt végű szokott lenni, és zsákfurat van benne. Szétszedtem, és azt mondja a felhasználó, hogy hát időnként kihagy a nyomtatás, és hogy eldugul. Lehet, hogy rosszul szerelte a fejet. Lehet. Ami ott látszik, az egy gyűrűnyi betömődött anyag. Ide gyönyörű szépen fölfeküdt a fúvóka, csak éppen a fúvókához nem feküdt föl a tefloncső. Ezért kialakult egy dugó gyakorlatilag a fúvóka és a tefloncső között, ami eltömíti szépen az egész hotendet. De megmutatom, hogy mi az abszolút vicc ebben a kategóriában. Nyilván én ezt már szereltem szét egyszer, csak összeraktam azért, hogy jobban látszódjon. Szóval, ő itt ugye a gégecsavarunk, az ott egy teflon cső, nyilván egy picit szanaszéjjel van a szája, mert kapott már onnét a filamenttől, innét meg ugye nem találkozott még a fúvókával, és hát ilyen szerencsétlenül járt fogóval, de az előbb már megfogtam és kihúztam. Szóval ez a teflon cső, ez pont addig megy le, hogy ne találkozzon már a fúvókával. Ez ismét jól sikerült. Anycubic 4 Max nyomtató az ott. Mára ennyit tudott. Sziasztok!